voltunk kint megint Kaliforniában, az erdőben. Egy igen meredek hegyoldalon próbálok lejönni. Ott látható a folyó. Elég fárasztó, elég izzasztó. De a másik hely, ahova akartam menni, ott már voltak előttem, úgyhogy rögtönözni kellett. Mutatom, mennyire meredek a helyzet. Oldalazva kell lejönni, és minden lépésnél figyelni. Itt jöttem le, és itt a folyó. Hát ugyan laza órás túra volt ide érkezni. A helyszín jónak tűnik. Megnézzük, mit találunk. Rengeteg sok szikla van, aminek jó anyag lehet a tetején. Reméljük, van rajta sok rés, ahova az arany beékelődhet. Á, gyönyörű. Milyen sziklafal van ott is. Jól néz ki. A folyó elég magasan van. Kaliforniában komoly áradások voltak. Még valószínűleg a legjava az valahol ott az alján lehet. Ez rengeteget fog esni a vízszint még a nyári szárassággal. De most ezzel dolgozunk, ami itt van. Jónak tűnik. Hát sok jó hely van, de ezen a részen fogom kezdeni. Amint látszik, arról jön a folyó, áridején ez az egész víz alatt van, és ezek a nagy kövek, amik ide be vannak szorulva, ez kb. Úgy hat, hogy ide az arany beeshet, beragad, és lehetséges, hogy ott van elrejtve a kövek alatt. Úgyhogy ezeket kiveszem innen, és megnézzük, mi van alatta. Na, kivettem innen a köveket. Ezzel az anyaggal kezdünk. Jöttek a tányérok. Na, egy pár tányér után, ugyanerről a helyről, most ebből a részből szedtem, egy kicsit más színű volt az anyag. Megvan az első szebb darab. Mutatom. És ott is van. Vegyük ki innen, nézzük. Elkeveredett, hol lehet. Ebben van egyébként egy pár szebb, de ez az első olyan, amit talán föl is tud venni az ember. Ott van. Aha. Ez úgy néz ki, mint egy ilyen pehely, ami behajlott. Elég klassz. Szuper. Nézzük, van-e hangja. Hát egy kis apró hangja van. Na nézzük, mi lehet vajon ennek az alján. Lehet lesz ennél nagyobb is. Na és itt a következő klassz darab. Lapos. De elég szép. Mehet ez is a gyűjtőbe. Nem volt semmi más a tányérban, csak ez az egy darab. Ugyanitt dolgozunk még. Na, ez itt az eddigi legjobb tányér a mai nap. Van benne pár klasszem. Ez itt a legjobb. Aha. Van neki egy kis karaktere.
fókuszálj csak rá. Ja, szóval hát érdekes, egy ilyen darab mindig mosolycsal az ember arcára. És ad egy kis lendületet arra, hogy továbbásson. Anyag van bőven. Nap is kisütött. Úgyhogy mehet a meló. Délután 1 óra van, van még egy pár óránk. 4-5-ig biztos maradok. Meglátjuk, mennyit találunk ma. Na, közben egy kis helyzetjelentés. Igen, csak jó idő van, a gödör kezd egyre nagyobb lenni. Ez a rész kilettásva, most pedig arra fölfele haladok, arra találom a legjobb aranyat. Olyan, mintha lefele valahogy elfogyott volna, nem papírforma szerint működik a dolog, de ebben az irányban viszont elég jó aranyat kapok. Itt van a következő tányér, mutatom. Tartok itt egy perces pihenőt. Ez a rész, ahol vagyok. Csak gyönyörködöm a tájban egy kicsit. Megpihenek. Illetve az aranyban, amit találtunk eddig. Hát nem mondom, nem rossz tányér. Ez az eddigi összes arany a mai napra. Nézzük közelről. Elég jó, elég jó. Van benne pár rögös. Nem rossz. Jaja. Ez lesz itt a következő, amit kiásunk. Haladunk tovább, ez a rés pont ellentétesen van a folyóval. Az arany áradás esetén beesik oda, megragad, én pedig kiszedem onnan. Itt megy tovább ez a rés, és ugye ott kezdtem ezt a részt. Az összes sziklát elgurigattam. De kezdek igencsak kifogyni az aranyból, úgyhogy követem, nézem, hogy merre van új jó lelőhely. Megnézzünk egy pár tányért innen. Van akkor az arany, amit ma találtunk. Még egyelőre össze van keverve a fekete homokkal, majd mindjárt szépen kitisztítjuk, megnézzük mennyi. Jól van. Ez a mai is egy elég jó nap lett, jó újra itt lenni a hegyekbe. Az talán a legnagyobb darab a mai napról. Lett pár szép. És innen jött az egész. Ez az a rész, ahonnan az összes követ elmozdítottam. Erre jöttem tovább. Ezt a nagy sziklát is beékeltem. Onnét is szedtem ki anyagot. Aztán erre végig fel. Aztán úgy néz ki, hogy az arany elfogyott. Ja, úgyhogy itt fogok megállni. Már csak egy pár szemet találok minden tányérban, úgyhogy 4 elmúlt, megyünk hazafele. Van egy ilyen jó kis hegyoldal, amit meg kell mászni. Csak ilyen csapásokon, fölfele. Talán itt jobban látszik, hogy milyen meredek.
egészen addig, ameddig el nem érjük a túraútvonalat, ahonnan letértem. Na, hazaértem, valószínűleg lemérem az aranyat. Megnézzük, mennyit találtunk. Kezdésnek idénre nem is rossz. Első alkalom idén kinn a folyón. Elég klassz volt. Na, hazaértünk. Eljött a hivatalos mérlegelés ideje. Nézzük, mennyi az annyi. Ki van szárítva az arany. És szépen rászórjuk ide. Hopp. Fókuszálj. Nulla egész 52 gram. Hát fél gram arany nem rossz, fél nap folyóparti tevékenységért. Örülünk neki, az biztos. Jó kis nap volt.